Egy ajtóról festette. Kiléphetnénk, vagy... Inkább adj vissza mindent. Az egészet. Majd eladom én. Már is elmondok mindent. Szerinted nem halálra helyes, hogy a társadalom szerint a sör? Az rendben van, de ha egy kicsit feldobnád magad, az már nagyon gáz. Ezt kell megvennünk. Összejött a dolog. Ez legalább hihető lesz, Saul. Hiszen 4 évig melóztam itt. Ha megveszed a kóceráit, akkor csak a koszos mosóvizet nyered majd ki belőle. Azt mondtad, hogy jön a kisrác. De csak néhány óra múlva. És te addig be akarod lőni magad? Én nem ezt akarom. Szarok én rá, hogy mit gondol a biztosító társaság. Mindig lenyűgöz az érzékek és az emlékezet működése. Az agyon belül a hipokampusz vezérli ezt. Meg kell tanulnia, hogyan élhet gazdagon. Szegényen, bárki elboldogulhat. Speedet! Nem tudnál szerezni? Sokat kártyáztál apáddal? Nem, de miért? Amire gondolsz, az enyhített fogda. Mindegy, csak vonják ki a forgalomból úgy kb. 30 napra. Aztán mire kiszabadulna, már lenyugodna, és minden mehetne simán tovább. Hát... Elég volt a látszat intézkedésekből. Elmondom, mi lesz most. Gyerekekkel többé ne kezet rázni. Nem kötök fogadást, hogy felállj a cerkkal. Ne add fel. Istenem! Thomas! Üvöltés. Inkább rivallás. Én vagyok az. Hagyj üzenetet. Aki minden jel szerint a városi drogterjesztő bandák közötti leszámolásnak esett áldozat. Nem kapcsolnád ki? A helyszínt látva a fiatal fiút igen brutálisan végezték ki.